Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Magyarok Klánból, és a most következő videó egy ilyen felhívás lenne inkább a klán felé, de segítségül szolgáljon a más klánoknak is, vagy játékosoknak. Amint itt látjátok, már csak 5 percem van hátra, tehát ez most elkapkodott videó lesz, még bele se gondoltam, mit fog nektek itt mondani, de a lényeg az, hogy itt látjátok ezt a Nita in Extract bigyót, ez a rewardja ennek a küldetésnek. Ez a küldetés a Wukonghoz kell, a Wukong karakter megépítéséhez. Hol találjuk? Itt nem fogjuk megtalálni, mondjuk lehet itt a farsomek között megtalálni, platé lehet megvenni. Itt van, látjátok. Tehát a Wukong karakter ez, amit amúgy a dojo-ban lehet majd kifejleszteni, nekem már megvan, én megvettem, nem bírtam kivárni még. Megszerezzük, nagyon sokáig tart, főleg nekünk, mivel munklán vagyunk, ezért is csinálom a videót. Lassan a blueprint megvan már amúgy egy olyan 500 valahány darab ilyen Nitan pikula kell ehhez. Ez szóljon azoknak, akik nem tudják, hogy mit kell csinálni, vagy egyszerűen, hogy is van. Vagy aki még nincs teljesen tisztában, tehát a Wukong megépítéséhez kell ez a nyersanyag, a BP-hez kell berakni majd, ezt a videó végével meg fogom mutatni nektek, csak most így kapkodok gyors, mert percem, hogy még elindítsam. Tehát ez mindig más, egy ilyen egyszerű kis küldéseket szoktak amúgy berakni, legtöbbször ilyen disruption-t, vagy mi a lófaszt láttam, amikor fel kell venni egy ilyen kis valamint, és akkor berakni a konzolba, meghekkelni, kirohanni, tehát ilyen még rövidebb, mint egy capture küldetés. Most épp egy exterminate küldetés van. Rohanok is, mert el fogom pofázni az időt. Tehát azt lenyomjuk, egy sima kis exterminate lesz, és akkor kapjuk ezt a Nita in Extractot. Amúgy ezt elvileg be fogják rakni valami sűrűbb rewardba, gondolom itt késleltetik direkt szándékosan itt a díjések, hogy minél többen vegyék meg, vagy nem tudom, vagy csak simán tényleg azért, hogy jól összefogjanak az emberek, mert ez az első olyan küldetés szerintem, ami úgy tényleg Isten igazából ilyen összefogásra kényszeríti úgymond a játékosokat, mint a klánokat. Tehát ebbe tényleg mindenkinek ki kell venni a részét, főleg nekünk, azért is csinálom ezt a videót, mert jól haladunk amúgy, tehát most nem, ez nem ilyen lebaszás lenne, hogy na, itt a videó, hogy csináljátok már végre azt a kurva küldetést, hanem tehát jól haladunk, de nem az igazi. Tehát, hogy azért is csinálom, mert nagyon sokan vagyunk, és lehet, hogy sokan nem is tudjátok, hogy mit is kell valójában csinálni, vagy merre kell menni, vagy hogy kell. Tehát ezek az alertek fognak így randomban megjelenni, naponta úgy 3-4, ezt lehet sűrűről fogják tenni, most itt nem akarok lehetelni, hogy mi lesz, hogy lesz, mert sok mindent hallottam, olvastam márról, ez majd kiforja magát, tehát mint mondtam is, hogy lehet berakják majd amúgy ezébe, más rewardokba, vagy dropra, mit gondolom a holdra, vagy fasz tudja valahova, de ez majd legyen a jövő zenéje. A lényeg az, hogy most még ilyen alerteken lehet szerezni, lehet amúgy egy nap múlva kijön az U18, már csináltam az újat, hogy amúgy máshol is van. Jelenleg alerten tudjátok ezt megszerezni, és azért csinálom, hogy tényleg szedjük össze magunkat. Tehát amúgy jól haladunk, megvan ahhoz képest, hogy tényleg most már munklán vagyunk, mint a legnagyobb szintű klán. Ilyenkor már exponenciálisan szorzódik az, hogy mennyi nyersanyagot kell beraknunk. Tehát pont ezen gondolkoztam a napokban is, hogy minél nagyobb a klán, annál nehezebb végül is kifejleszteni egy ilyen dolgot, de ez nem relatív, nem törvényszerű, mert gondolhatnánk azt, hogy hát minél többen vagyunk, akkor minél többen tudunk menni. Igen. Én is így gondoltam, minél többen leszünk, annál többen aktívabbak leszünk, és akkor kijön egy fejlesztés, már mire észreveszem, hogy van, már kész is van, vagy mit tudom én. De nem kifejezetten, mert sajnos egyre jobban bonyolítják is a játékot, tehát nehezebb dolgokat raknak be, jobban utána kell nekünk is járni, hogy most mit is kell csinálni. Nem mindig olyan egyszerű, hogy fogunk, megyünk, azt akkor megvan. Még akkor is össze tudjuk szedni a cuccokat, ha nem is figyelünk oda. Tehát ezért is csinálom a videót, hogy egyre többen tudjuk azt, hogy is működik ez itt valójában, mit is kell csinálni. Hát ez a Wukongos, ez tényleg egy ilyen tök jó, amúgy tetszik nagyon ez a megoldás, nem rossz, csak tényleg egy ilyen erős összefogásra, egy ilyen kitartásra és csapatmunkára ösztönzi a klánokat, hogy ez mindenkinek az érdeke. Tehát hogy az amúgy, most szóljon erről is a videó, hogy beszéljük meg a klán eszméről, vagy klán, mi az, klánbali gondolkodásról, egy röviden tömören. Tehát hogy egy klán mitől klán? Mindig szoktam mondani, hogy mikor ilyen nagyobb összefogásra úgymond ösztönözlek titeket, hogy menjünk ide, meg oda, szerezzük ki, és hogy most húzzunk bele, meg mit tudom én, hogy általában a játékosok mindig individuumok akarnak lenni a játékból, hogy már pedig nekem a legnagyobb faszom, és akkor én mutatom, nekem a leghosszabb, és akkor én az énepukám az erősebb, meg hogy nekem megvan már a mit tudom, micsoda, most nem tudok még példát sem mondani.
Én vagyok a jobb, én vagyok az erősebb, én vagyok az akármi. A klán szint meg, a klán gondolkodás meg arra ösztönöz, hogy együtt vagyunk a legjobbak, együtt vagyunk a legerősebbek, együtt vagyunk a, mit tudom, még a legjobbak. És ezt úgy nehéz erre átváltani, nehéz ebbe így belegondolni, hogy most akkor jó, akkor lesz romi, most nincsen a 20. form benne az Excaliburomba, inkább elmegyek a Nitan Extractor, most pölő ezt farmolni, hogy a klánnak mindenkinek tudjak segíteni, és hogy meglegyen másnak is a Wukong, mert lehet, hogy neki is kell, lehet már ezt mióta várja, lehet, hogy te leszarod, vagy nem érdekel, vagy én is leszarom, de azért megcsinálom, hogy a klánnak meglegyen, hogy mit tudom én, gondolom értek, hogy miről beszélek. Tehát ez a klán gondolkodás szerint. Ez nagyon dióhéjban, erről majd szeretnék egy külön videót is csinálni ilyen, az ilyen ideológiánkról, hogy mit, amiről beszélni, hogy mi is, hogy is gondoljuk ezt a klán szisztémát. Hoppá, átívettem közbe. Tehát, hogy, és ez a Wukong, ez pont erre hajaz, ezt próbálja meg így összehozni, összekovácsolni a bandát, hogy itt tényleg a közösbe tegyél bele, ne az, hogy neked legyen a leghosszabb, hanem hogy nekünk legyen a leghosszabb. Idézőjelben, most ilyen hülye példákkal élek, de hogy nem akarok ennyire vulgáris lenni, de végül is ez a lényege. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen, tehát ezért tetszik amúgy kifejezetten ez a Wukongos küldetés, mert ez tényleg egy ilyen. Na és akkor itt van, látjátok a Nitain Extract Lófaszt. Ezt mindjárt rakom is be a dojo-ba, hogy lássatok is, hogy mit kell ezzel tenni. Tehát megcsináljátok az alertet, és utána a dojo-ba kell bedobálni. És ha ez kigyűlik, akkor mehet is a fejlesztés. És akkor ennek még jön, most a BP-n dolgozunk még jelenleg, még mindig, és utána jönnek a többi részei, a System, Cassis és a fejes, azt hiszem azt utána meg is kapjuk, mint hogy meg lesz a BP-ek, utána ezeket mindegy látjuk, és akkor mindig be tudjuk belerakni, de ebben vagyok biztos, de azt hiszem így van. Úgyhogy ez egy kis klánnak, akiknek kevesebb tagjai vannak, de aktívabbak, annak könnyebb, már hallottam is, hogy van, akinek megvan, mármint, hogy épül, órákon belül már megvan, lehet, már meg is van azóta, most mire itt én megcsinálom ezt a videót. Úgyhogy ebből a szempontból így nekünk nehezebb, mert nem azért vagyunk mi. Ez most szóljon azoknak, akik nem ismerik minket, mint klánt, hogy mi nem az, megmutatom nektek, hogy lássátok, hogy ne, tényleg nem a fal, csak úgy vaktával beszélek, tehát nálunk. Nem azért vagyunk mi munklán, mert hogy azt szerettünk volna, minél jobb munklának, és vagyunk 10 aktívak. Nem, itt rohadtul aktívak vagyunk. Ha megnézitek, rohadtul aktívak, hát a 90 nap nálunk a határidő, vagy hogy mondjam. 90 plusz naposokat ki szoktuk rúgni, amúgy ezt már egy videóban elmeséltem, hogy mondtam, nektek nézzük, csak nem Kláránk, hanem Loggedonká. Itt 91, most épp nincs kitakarító, de ezt minden nap, nyilván holnap kirakjuk ezt a Voprexet is, meg a mit. Tehát a 90 naposokat ki szoktuk rakni. Ez kicsit sok, amúgy ebből lejjebb fogunk vinni, de ha itt lejjebb húzom egy kicsit, itt már ilyen 10 pluszosok vannak, itt, tehát a feléig lehúztam, 500 ember, tehát 510 vagyunk, itt a felénél van a csúszka, kicsit kevesebb, mint a felénél, itt 8-9 naposok vannak, tehát a klánnak a fele egy olyan 200-250 ember aktív. Na most ez tényleg úgy aktív lenne, és dolgozna, mint az állat ezen a szaron, ezen a Wukong, akkor már meg lett volna. Tehát ebből jött ez az ötletem, hogy kéne egy ilyen videó, hogy lássátok, hogy van egy ilyen, és hogy tudjatok róla. Ők nyilván lekéstek ti is ezekről, nektek is van suli, munka, család, faszom, tudja mi, de nyilván ti sem tudtok egész nap a gép előtt ülni, lehet nem pont akkor nem vagytok itt, mikor ez a küldetés van. Én is így kaptam el, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 volt nekem is sajnos lehetőségem, hogy ezt a küldetést megcsinálom, azért kapkodtam egy gyorsan egy videó erről. Tehát, hogy ahhoz képest nem olyan jó haladunk, ezért gondoltam, hogy segítek már egy ilyen videó, mondjuk ki is van írva ilyen daily loginba, vagy mi a szarba, ez message of today-be, hogy lássátok is, hogy van ez. De ezzel biztos, hogy, vagy remélem, hogy ezzel tudok nektek többet segíteni ezzel a videóval, és akkor mindenkinek meg lesz, hogy mi is ez, hogy is ez, mi az Nitain, hogy is működik ez. Na, ide kell bejönni majd a tanul laborba, és ide tudjuk leadni ezt a cuccot, itt van a Wukong Research, 56k még a BP-hez. És akkor Contribute, hozzáadod épp, amint itt van, tehát egyesével 500, eszméletlen, tehát tényleg nem rohadt nagy munka kell ehhez, és akkor naponta 3-4 ilyen alert van, az 3-4 per fő naponta. Fú, ez tényleg jó. De amúgy tök jó, nekem ez tetszik. Én örülök ennek, nem az, hogy kurva anyukat most szopatnak itt minket ez, hogy ennyit kell berakni. Nem, tök jó szerintem. És akkor utána fogjuk megkapni majd a többit. Úgyhogy jelenleg ezen dolgozunk. Most így belekapkodtam, hogy jó mindenben, megtudtok egy kicsit a Klánról is. Hát így röviden tőlem, hogy ennyi lenne, és akkor tényleg itt ösztönzik mindenkit erre a Nitain Extractorra, mint meglátja, vagy tudjátok, épp időtök van, más csináltok, de ide tudtok ülni egy pár perc, akkor legalább fussatok már végig ezen az alerten, ez a Nitain Extractoros extract alerten, és akkor haladjunk, mint az állat. Na, köszönöm szépen, remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok!